Az én vagyok, igen. A nemzet gázszerelője. Az. 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 Mindenki így hív engem. Engem valamikor a faluba imádott mindenki. Csóró voltam, mint most vagyok, ugye? Hát higgye, ugyanaz van. Hát valamikor hozzám bejött valaki egy kiló lisztére, 2-t adtam neki. 3-at kértem vissza, de rendes voltam. Bejött valaki, kért tojást, 1-et, mind a 2-t odaadtam neki. Amin volt minden, jó ember volt, higgyék el, arra voltam nevezettek. Ma meg már se tudom, mi van pontosan, becsület szara maguknak elárulom. Semmi. Éjjel fölébredek, elmegyek az egyik váromba, vagy mi a palotámba. Éjszaka sötétben, mikor nem látja senki, akkor menetet vágok. Mi lett belőlem? Nézzék meg. Olyan vagyok, mint egy urasági cseléd már. Higgyék el. Én az intéző királya, tudom, mi a dolgom. A gazdámnak azt a sok pénzt talicskába hordom. Van fatornyos stadionom, körbe a nagy birtok. De éjszaka meg gázszerelek, hogyha házhoz hívtok. Földpályázatokat nyerek, végan csatornázok. De nem mondhatom el, hogy kinek. A titokra, de nagyon is vigyázok. Felcsúton várom a gazdim, kinn a keresztúton. Csilingelve megérkezik ő a kis vasúton. Nagy bőrönbe jön a lóvé, de nem viszem a házba. Nem rakom a takarékba, inkább viszem Svájcba. Jön a lóvé, megy a lóvé, néha nekem csúran cseppen. De a gazdámnak a gazdámnak, édes gazdámnak szemesedem fel. Hey! Édes gazdám szeretetét tiszta szívből érzem. Mellékesen van vele egy színlelt szerződésem. Le van írva, abban minden jogilag is pontos. Össze vagyunk kötve, de csak a szeretet fontos. Holtom iglan, de főleg a holtom iglan. Járunk kéz a kézbe, mert ő lett a barátom. De hogy majd ezért én mit kapok? Azt a szerződésbe, az Isten itt neki, sehol nem talál. Hello! Jön a méltóságos úr, elnézést kérek, itt van a méltóságos úr. Itt vagyok, méltóságos úr, itt van. Itt vagyok, méltóságos úr, itt vagyok. Nyugodjon meg, itt vagyok, méltóságos úr, itt vagyok. Lőrinc, hagyd már ezt a méltóságos uramozást. Igen, a kettesben vagyunk, szavasz. Szervusz, méltóságos. Szavasz. És megint hogy nézel ki? Hányszor mondjam, hogy ezt nevet föl többet? Méltóságos, ebben érzem jól magam. Ezt a ruhát még egyszer nevet fel? Méltóságos, ebben érzem jól magam, ebben születtem, ebben vagyok jó. A kétkezi munkás, vagy mit csináltatok belőle? Bocsánat. Lőrinc, igen, itt vagyok. Öltözz át. Már megint? Állófogadás lesz. Ajaj. Illusztris vendégek jönnek. Ki az Isten? Ki az Isten? Ön a türkmén istállók elnöke. Atyaid Úristen, személyesen. A mongol birkatenyésztők alelnöke is itt lesz. A birkákkal együtt jön, igen. És jön Magasmit Pál is. Ő is a birkákkal együtt. Öltözz át. Te egy gazdag ember vagy, közénk tartozol. Egy gazdag ember? Értettem, gróf úr. Ne. Az még nem, majd az... csak a jövő héttől. Igen, nem. A fejem megvette a Duna-Tisza-Dráva közét. Kinek a lába közét vettem? Azt is vesz már, azt is. Lőrinc, ne foglalkozz semmivel. Nem. az állófogadás után megint öltöz át egy tengerpartra való elegáns ruhába. A tengerparti már megint állt, mi vagyok én, ma nöker, ne csinálja már velem, főnök! Nem bírok! Átöltözöl tengerparti ruhába és leutazol az Adriára. Én oda, mivel utazok oda? Helikopterrel. Azt nekem nincs, csak a Rogán hercegnek van. Neked is van, és felülsz rá, leutazol az Adriára, aláírsz, és jössz vissza. Már megint alá... Főnök, nem bírok aláírni. Most szedték le a gipszet rólam, ne haraguljon már. Éhű egy gyújtladásom van már, csukott szemmel mindent aláírod, de azt sem tudom, mit csinál, ne csinálj. Ezt nyitott szemmel kell aláírnod, alá kell írnod, mert megvettük. Mit? Az Adriai tengerpart legnagyobb nudista strandját. Az is a miénk. Az is a miénk. Te most csak aláírod, én majd a jövő héten átadom. Igen. Az első magyar nemzeti nudista strandot. A főnök, a méltóságos gróf úr egyedül adja, de az csak mesztelen szabad átadni. Alkalomhoz illő öltözékben. Anya, sőt, mesztelen tetszik átadni? Alkalomhoz illő öltözékben ott lesz az egész kormány. Mesztelen lesz a király. Alkalomhoz illően ott lesz az egész kormány, a Rogán, a Lázár, mesztelenül, igen. A Szíjártó, a Semjén, a Puskával együtt mesztelenül, a Habony, a Vajna, együtt. A Vajna is. Vajna. És te, Lőrinc, ott fogsz állni a sor elején. Én? Te. Mesztelenül? A sor elején. Ezek között? Na, ezt nem vállalom, főnök. Akármit csinálsz. Ha kell, aláírok 3 hétig egyfolytában, de Lőrinc, ezek közé nem állok oda mesztelni a Lőrinc. Nem csinálom és mi az, hogy nem csinálom? Mert nem vállalom. De miért nem vállalom? De miért nem vállalom? Azért, mert én ezek között én ki fogok lógni.